1994. július 29-én a 16 éves Eric Trinum egy drogdíler bulijára ment. Nemigen emlékszik az ott történtekre, csak arra, hogy egy embert leszúrtak. A gyilkos meglépett. Eric pedig egy szurdokból került elő, csuromvéresen. Eric Trinum szeret motorozni. Megnyugtató. Ezt apjától örökölte. Nem töltöttek sok időt együtt, de néhány szenvedélye ráragaszt. Monte Carlót vezetek, az apám is Monte Carlót vezetett. Villanyszerelő vagyok, az apám is az volt. Vietnámi veterán volt, és rengeteget ivott, hogy megbirkózzon olyan dolgokkal, amit megpróbált feldolgozni. És néha rajtunk töltötte ki a mérgét. Olyannak ismerte az apját, aki sosem hátrál meg. Egy nap Eric eldöntötte, ő sem fog. A gimiben piszkáltak a srácok, az egyikük azt kérdezte, megnézhetem a nyakláncodat egész közelről. Aztán körbeadták egymásnak, aztán mindenki úgy tett, mintha nem tudnák, hogy hova tűnt. Abban a pillanatban tudtam, hogy döntés előtt állok. Vagy megpróbálok verekedni 7-8 sráccal, és vesztek, vagy csak elsétálok és tanulok az esetből. Én ez utóbbit tettem. Megalázva éreztem magam, megszégyenülve. Eldöntöttem, ettől a ponttól kezdve nem leszek többet áldozat. Ekkor már a szülei elváltak. Az apja újra nősült, és nem bukkant fel túl gyakran. Az anyja nehezen tartotta el. Kimaradoztam, sokat ittam, loptam, és mindenféle rossz dolgot tettem már 12 évesen. Néha a presztízsért tettem. Néha azért, mert pénzt akartam, vagy valami mást. Loptunk ruhákat, loptunk italt, lényegében bármit, ami kellett. Dühe és erőszakossága rendszeresen verekedésekbe keverték. Egyszer egy buliban Eric és a barátja egy másik fiúval beszélgetett. Kitört egy verekedés, és az egyik fiút megölték. Eriket letartóztatták, és szándékos emberöléssel vádolták meg. Még csak 16 volt. Azt gondoltam magamban, valahogy majd rendeződik. De körülbelül csak egy év múlva volt az, hogy vége lett a peremnek. Akkor már tudtam biztosan, egy darabig nem megyek haza. 11 évre ítélték. Az első 9 hónapot fiatalkorúak börtönében töltötte. Furcsa dolog volt. Jobban éreztem magam a börtönben, mint kint az utcán. Mert bent volt egy rendszer, amit kénytelen voltam követni. Most először bátorította valaki arra, hogy megismerje Istent. Nem úgy nőttem fel, hogy bárki is beszélt volna velem hitről vagy Istenről. Amikor javítóban voltam, egy ember elkezdett látogatni engem hetente egyszer. Tinsley tiszteletesnek hívták. Megosztotta a hitét velem, meghallgatott. Rengeteg kérdésem volt. Kritikus kérdéseim. Az egész kereszténységgel kapcsolatban. Ő meg mindig beletalált. Mindig megvolt a válasz. Bum, 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 mindig. Aztán hagyta, hogy gondolkodjak, és a dolgok értelmet nyertek. Ahogy ő magyarázta, mindent megértettem. De több volt annál, hogy válaszokat kapott. A szíve elkezdett meglágyulni. Tinsley tiszteletes volt az első ember apámon kívül, akinek hagytam, hogy megöleljen. És ez a cselekedet önmagában az, hogy meg akart ölelni, hatalmas hatással volt rám. Addigra már sok mindenen mentem át, és érezhettem egy olyan ember ölelését, aki tényleg törődött velem. Ez csodálatos volt, egy újfajta irányba terelt. Eric elmondta, hogy úgy érezte, maga Isten szól hozzá, amikor olvas. Megkérdezte a börtönlelkészt, ez mit jelent? Emlékszem, ahogy mosolygott, és azt mondta, Eric, Isten hív téged! Jézus azt akarja, hogy engedd be az életedbe. Ez annyira megérintett érzelmileg, mélyen a szívemben, ez az egész, hogy a helyére került a szívem. 17 évesen átkerült az állami büntetés végrehajtóba. Elismeri, nem volt könnyű a hitét megtartani. Keresztény voltam egy börtönben. Olyan környezetben, ahol az embereket leszúrták, lelőtték vagy összeverték. Egy valóban ellenséges környezetben voltam. Miután kiengedték, arra szentelte magát, hogy megerősítse kapcsolatát Krisztussal.
Isten szeret engem. Ezt kerestem egész idő alatt. Kellett valaki, aki jó útra terel. Csatlakozott egy olyan csoporthoz, ahol mindenki szeret motorozni, mint az apja. Ők a motorosok Krisztusért. Ahogy Erik is, többet akarnak annál, hogy csak beszéljenek Isten szeretetéről. Ők meg akarják mutatni. Amint Isten megismertette magát velem, és elkezdtem megérteni, mennyire szeret engem, és hogy az én javamat akarja, az volt az azonnali reakcióm. Üljünk a nyerekbe! Te meg én! Gyerünk!